Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket innen a kanizsai uszodából, ahol kezdetét veszi, bár furcsa ezt kimondani így a kinti mínusz 10-es hőmérséklet mellett, az OB1B-s férfi vízilabda bajnokság alapszakaszának tavaszi köre. Az első mérkőzésen a házigazda KVS-e a Kaposvár csapatát fogadja, pontosabban a Kaposvár második számú csapatát, hiszen az első keretük a Kaposvári csapatnak az OB1-ben szerepel. Fontos mérkőzés lehet ez, hiszen a papírforma talán a hazaiak mellett szól, ugyanakkor két jelentős nem várt botlása volt Ludányi Kodocsa tanítványainak az őszi szezonban, illetve az alapszakasz őszi részében. Az egyik pontosan a Kaposvár ellen volt idegenben, ahol egy 10-10-es döntetlent értek el a fiúk. Az az ott hagyott pont még nagyon hiányozhat majd a rájátszás előtt, de most itt az idő javításra, hazai pályán illene ezt behúzni. Szóval ahogy mondtam, ez a Kaposvári csapat tulajdonképpen egy tartalék, fiatalokra építő gárda, egészen fiatal srácok is pólóznak a vendégek között. És egy kontrával ér véget az első hazai akció, ráadás továbbra is 0-0. Német Leventén a labda. Letette volna a sorokba, de nem tudta maga elé húzni Halász. Dobai Gergely. Most lépnek Kirá Kaszpár, lóbál, és megvan az első gól. A csapatkapitány dr. Kaszper Gábor góljával vezet a KVS-re. 1-0 tehát. Első mérkőzés révén illik néhány szót ejteni a keretek átalakulásáról is. Hova tovább, hogy némi technikai szünet van a mérkőzésem. Szóval először kezdjük a kanizsai távozókkal. A legfájdalmasabb eligazoló, a szabad így fogalmazom, Major Zoltán volt. Már csak azért is hiányozni fog, hiszen 19 gól dobott az őszi szezonban a KVS-a színeiben. Ő az Ibülbe igazolt. Mellette még három eligazoló volt. Ők mind a több játék lehetőség reményében hagyták el kanizsát. Név szerint Albert, Barnabás, Varga, Márk és Rajko Nikolász, a cselekapus. Közben a vendégek egyik legrutinosabb játékosa, a hatos számú Rikárdánovics Nándor kapta a labdát, egyben edző is. És ha netán megnézné a Kanizsa TV közvetítését, előre is elnézést kérek, ha rosszul ejtem ki a nevét, de két jegyzőkönyvet néztem meg, és mind a kettőben másképp volt leírva a vezetékneve. Dobai. Mocsári. Lejátszás középre. Balit hozták a játékba, de jól védekezett a vendégcsapat. Németh Levente játsza föl. Bejátszás. Le tud fordulni a centre Zitzer, és egyenlít is a 10-es számú Tóth Ádám. Szép, mondhatni könnyű gól volt. 1-1. És akkor szóljunk még pár szót a kanizsaiak érkezőjéről is. Nyilván, ha távozott Rajko Nikolász, kellett egy másik kapus, cserekapus tulajdonképpen, hogy Csongár István lesz, aki Tatabányán védett egykorom. A rutin szerzés jegyében érkezett vissza egy régi új ismerős, Kéri Péter Pires. 74-es születésű, nem sértem meg, az életkorát is megosztom a nézőkkel. Neki volt már 30-32 gólos szezonja is
kanizsai csapatban. Mellett érkezett még az OB1-es Szegedből, tehát egy nagyon jó játékosról van szó, Szivasán Bence, valamint Szilágyi Attila, az Asi Vasasból, egy fiatal 24 éves tehetség. Összefoglalva, tehát tulajdonképpen posztokra érkeztek az új játékosok, és a keret magyarán maradt ugyanazon a szinten, mivel illene elérni a célt, ami egy dobogós helyezés a bajnokság végén. De az nem született meg, ha ma nem szerzi meg a győzelmet a KVS-e. A közben már kifelé ítélnek szabad dobás, kontra volt. De nagyon jó indítás Varóctól. De beérik a védők Tóth Ádámot. Szép védekezés. Kasper már a labdával. Kasper még mindig. Teszi a sarokba, a húzásra szép vérés volt Varóctól. Aki csupán névrokonságban a többszörös magyar labdarúgó válogatott Varóc Krisztiánnal. Közben már felért a Kaposvár támadása, csak szabad dobást kapnak. Dobai Gergely állította meg a sapka nélkül játszó Kaposvárit. És megvan az első kiállítás. Előnybe kerülnek a vendégek. 9-es számon Mocsári Mátia kiállított játékos. Kicsúszik Krasznai kezéből a labda. 20 másodperc még, ismét Krasznai. Német. Német Levente, Krasznai. Átjátszott túloldalra. 6 másodperc, el kell lőni. Szép gólt lő Német Levente. Jól kezd a Kaposvár. Vezetnek 2-1-re a vendégek. 3 perc, 15 másodperc van hátra az első negyedből. Akkor ismét kicsit álmosan kezd a Kaposvári csapat ellen a KVS-e. Egyébként a 10-10-es mérkőzésen Kaposváron éppen az Major Zoltán szerzett 6 gólt, aki ugye elhagyta a csapatot. Kéri. Szilágyi. 2 új igazolás játszott össze. Kicskei. Kéri lő. Hatalmas kapufát. Szépnek szép volt, csak gólt nem ért, maradt át az 1-2. Krasznai játssza föl. Német megpróbálta meghúzni a váratlant, de hát azért ennél több kell, hogy Belle Balázs eszén túl tudjon járni. Bicskei. Jól teszi tovább. Hanyag mozdulattal lő Salamon. Szép megoldás volt, de fél percben belül a második kapufáját szerzi a KVS-e. Állás változatlan. Német. Egész pontosan Német Levente. Tóth. Óriási harcben közben. Sipszó nincs, nem is lesz. Páncsics Mirko. Védekezett remekül. És megadták közben a gólt. Tehát 3-1-re módosul ezzel az állás. Mindig rejt ilyen érdekes megmozdulásokat a vízilabda mérkőzés itt Kanizsán. Kár, hogy ezt a
Meglepő mozdulatot most az ellenfél játékos edzője, Prikádánovics mutatta be. Szilvasán visszateszi, kiesik Vanovics kezéből. El kellett lőni. Kapufán csatta a pattintott lövés. Kéritől. Kapufák terén jól állunk. Gólokat tekintve kevésbé. Németh Botond. Már csak 10 másodperc a támadó időből. Át is játssza a szélre. Most megkerül a középpontba, 5 másodperc, ezt már elveszítik, szép védekezés. Szilágyi szerzi meg. És fordul is a KVS-e. Vanovics. Bicskei vissza Vanovicsnak, kicsit pontatlan a labda. Szívasán. Tőle sokat várnak a vezetők. A bejátszása jó is. Eltüttették a centert. Páncsics Mirkót. Nem ítéltek a játékvezetők. Időkérés közben. Vendégmester kérte ki az idejét. Ezen az ominózus 10-10-es mérkőzésen jól kezdett az akkor vendégszínekben játszó Kanizsa. Szerintem 3-1-re vezetett az első negyedben, majd a másodikat és a harmadikat veszítették el Dáli Kolosa tanítványai. Tehát reméljük, hogy most fordítva lesz, és a gyengébb első negyed után sikerül magabiztos győzelmet aratni. De jelenleg úgy tűnik, hogy támadásban és védekezésben is javulni kell. Németh Levente. Hát játssz a Németh Botondnak. 10 másodperc, és már kifelé ítélnek a játékvezetők. Ő nevükkel még tartozom, Pinte János és Lázár András fújja a mai mérkőzést. Kéri, szép passz, Vanovics, átjátsz a túloldalra. Bicskei, 15 másodperc volt, és ismét a kapufán csattan a labda. És ezzel le is járt az első negyed. Álmos. Talán ez lenne a legjobb jelző a hazai játékra. Három egyre vezetnek tehát a vendég kaposváriak, akik egyébként a tabellán a 8. helyet foglalják el, míg a Kanizsa a második. A csoport elsőség, hiszen az OB1-B és férfi bajnokságot A, illetve B csoportban rendezik, valószínűleg már nem lesz meg a kanizsai csapatnak, hiszen 5 ponttal vezet az Újpest gárdája. A Kaposvár viszont 8 ponttal a 8. helye, mögötte 1 ponttal az Újbuda, és pont nélkül a HVSC az utolsó. Tehát 20 pont különbség van a két csapat között. Ez egyelőre játékban nem mutatkozik meg itt az első negyedben. Thank you.
Vadovics, Ákos és Németh Levente fog versenyt úszni a labdáért. Így két gólos hátrányban nagyon fontos lenne, hogy sikerüljön Vadovicsnak megnyerni a ráúszást. Talán jobban is áll, igen, sikerül is elhozni a labdát. Oda pöckölte Vadovics Szilvasán elé. Kéri már. Ismét ő. Bejátsza középre. Pontatlan volt a labda, és jól is védekezett. Hetessel Tóth Bence. Nagyon döcög a támadójáték. Továbbra is. Krasznai. Kapás oldalt kérte a vendégvezető edző. Nem kapta meg, nem is sikerült ebből gólt szerezni, viszont elkövetkezben visszaúszás közben egy butaságot Tóth Bence kisállítják. Emberölőben támadhatták a KVS-et. Visszakerül a labda Szilvasához. Bicskei le a sarokba, rossz kézről. Szilágyi dobott, de jó volt a blokk. Bicskei. Szilvasán lő. Parádés védekezés mutat be a Kaposvár. Nincs mit ellen szépíteni, sőt el kell ismét remekül játszanak a vendégek. Akik egyébként, nem tudom, létezik-e ilyen díj, de az egyik legdivatosabb sapkával rendelkeznek a OB1B-ben. Közben jó védekezés Szilvasántól. Talán eddig ő játszik a legjobban az új igazolások közül. Most kéri a labdával. Jó játsza be! De ebből sem sikerült gólt szerezni. Németh. Csak szabad dobás. Nincs kiállítás. Ismét szabad dobás, 12 másodperc a támadó időből. Németh. Nagy a harc bent. De ketten vannak Némethre. Nem kap ítéletet. Győzött a túlerő, jöhet a kontra, illetve az ellentámadás. Vadovics. Bicskei. Szilágyi. Szabad dobás, 15 másodperc. Vadovics, nagyon sokat van játékban, egyelőre Vadovics Ákos. Szilágyi. 7 másodperc, valamit lassan kezdeni kéne a labdával. El kell azt lőni. Szép, magabiztos védés Vadosztól. Kiszorított helyzetből őt Szilágyi Attila. Nem sikerült gólt szereznie. Az Asi Vasasból érkezett támadónak. Közben a védekezés legalább feljavult, most a Kaposvár sem talál fogást a kanizsaiakon. Bicskei. Előbb egyedül. Na, egy szerencsés gól. De legalább gól. 3-2. De még mindig vezet a vendég Kaposvár. Sorcsere közben hazai oldalon. Visszaáll a kezdősor. Majdnem meg tudta szerezni Salamon. Németh Boton passzolt a középre, halász. Nagy kapufát lő.
utóbbi percek legjobb támadása volt vendég részről. Horváth Boton már. Hat másodperc támadó időből. Dobai. Horváth Botond le a sarokba, Kasper megpróbálta bal keze alá belőni Vadócnak, védette venni, most viszont nem ment ki a labda. A támadó idő újra kezdődik, támadhat tovább a KVS-e. Dobai. Támadhatott tovább, viszont egy belül történt szabálytalanság, 5 méteren belül jár a büntető 5 méteres, amit 3-as számban Salamon Attila végzette és használt ki. Sikerül az egyenlítés, 3-3. Halász. Közben Prikádánovic mester újra bedobta magát a vízbe. Sokat tölt segíti a rutinjával a vendégeknek az első negyedben. Halász, ő kapja pont. Nem tudja behúzni a játékos edző. Pellinél már a labda. A bajnokság határait súrolva játszott a vendégedző, de kihasználja ezt. Letámadás Dobai Gergely. Először vezet a házigazda csapat. 4-3. Többet cserélnek most a vendégek is. Ki kell jönni az erőlétbeli különbségnek, hiszen lényegesen többet edz a hazai kanizsai csapat. Nyilván mások is az elvárások a két gárdától. Prikádánovic. Kastetter jól játsza be, szépen fordul le négyesre Krasznai. Ki is javítják volna Dobai Pétert. És mivel ez is 5 méteren belül történt, jár a büntető 5 méteres, amit Prikádánovic fog elvégezni. Nem tudja megfogni Pelle, ismét a vendégeknél az előny. Illetve bocsánat, csak egyenlíteni tudnak. 4-4. Remélem nem sikerül jósolnom. Talán nem Freudi volt az elszólás. Mocsári. Minden esetre továbbra is jól tartja magát. Mérkőzésben van a Kaposvár. Salamon. Előny. Hazaiaknál. Tóth Bence áll ki. Kasper. Dobai Gergő. Cimbalomból, hogy egy futball zsargont is használjak. Meglepte Valócot. Meccs egyik legszebb gólja lehetett volna, a labda közben marad a hazaiaknál. Most jön be a bejátszás. Be tudott fordulni Páncsics Mirko, és kiharcol egy újabb ötöst. Ha be is dobja, Salamon, akkor ő is kap egy ötöst.
4-4-nél, tehát 5 méteres. Nem dobja be Salamon. Jól vér Varóc. Marad az X. A segédedző vendég oldalon sugott Valóc Gábor kapusnak, hogy hova várja a labdát. Ajánlom neki, töltsön egy lottót. Krasznai szépen emelkedett ki. Jól hárított Pelle. 2 perc van vissza az első fél időből. Mocsári már. Mocsári még. Bejátsza. Csak szabad dobás. Páncsics visszakiteszi Mocsárihoz. Bepöttyinti. Még mindig nincs előny. Viszont lejár a támadóidő. Szép próbálkozás volt Mocsáritól, de ismét résen volt Varóc. Németh Levente. Dobai Gergő érkezik ki rá. Tóth Ádámnak játszották be gyorsan. Krasznai. De a jobb oldalra. Kapásra. De Győz, hazai túlerő. Jó volt most a védekezés. Tulajdonképpen összességében elmondható a második negyed, hogy a védekezésre feljavult a KVS-ének. A támadás akadozik továbbra is. Valamint emlékezhetnek a nézők, akik követik a kanizsai vízilabdát, hogy a 5 méteresekkel is gyakran bajlódott Ugyányi Kadosa csapata volt. A hazai mérkőzés, hogy 3-5 méteres is kimaradt. Egy már ma is. Tóth Ádám. Németh Levente. Krasznai. Tóth. Be a kőkemény Prikálánovicsnak. Nem tudta megszerezni a labdát, közben hazai időkérés. Ugányi Kadosa mester kért időt. Nem lép meglepve, hogyha a hangos utasítások hangzálnak el. Meglepően higgadtan folytatta le a időkérés Ugyányi Kadosa. Tehát idő még van tulajdonképpen. Nincs még komolyabb probléma. Szilágyi. Hűvasán fordul be, nem köpi téletet. Hát. Közben időt kér a vendégjátékos tréner is. Hát ilyet se látni mondjuk OB1-es mérkőzéseken, hogy medencében, effektíve medencében zajlik a taktikai megbeszélés. 7 másodperc van vissza az első fél időből. Vendégvezetésre fordulhatnak a csapatok. Rikárd Ánovics elővi messziről, sőt, bejátszásnak sem rossz, nem érinti még ki a labda. A bóját.
Jól látom, nincs ítélet. És jól látom, mivel kiúsznak a játékosok. Itt tehát 4-4-es döntetlennel mennek szünetre a csapatok. Támadásban mindenképpen javulnia kell a hazai csapatnak. Négy-négyes állásnál kezdik tehát a csapatok a második félidőt. És itt a szünetbeli értékelés közben már kijeleztette a hangját Ludányi Kadosa. Több kell a hazai csapattól. Már csak azért is, mert a harmadik helyen álló Vasas csak 3 pontra van lemaradva. Így több bukás nem igazán fér bele a hazai csapattól, ha minél jobb helyen szeretne a rájátszásba kerülni. Varga. Szépen játszol a szélre, bántóan egyedül volt Németh Botond, aki gólt szerez. Hát folytatódik tovább, nem igazán várt medrében a mérkőzés. Vezet a vendég Kaposvár. Horváth. Szilvasán, Horváth vissza. Lejátsza rossz kézre. Horváth. Ismét Szilágyi. Ki is javítják. Briki Dánovics. Nándor közben sikerült a helyes kiejtést megtudakolnom. Lejátszás, húzás, a szép gól. Gyors és szép gól. Ez kell most. Szilvasán Bence, gólszerző, 5-5. Briki Dánovics. Varga, vissza Briki Dánovics. Lejátszás a szélre, be középre. Ott marad a labda, át tudja ejteni Pellét. Nagyon jól játszik Németh Levente. Ismét gólt szerez. És alig telik el fél perc, egész pont másfél perc az első fél idő után. A második fél időben, és már időt is kell kérnie Ludányi Kadosának. Hiába nem úgy alakul a mérkőzés, ahogy ezt hazai oldalon eltervezték. Már ahogy még a mérkőzés felvezetésében említettem az első negyed előtt, legutóbbi kaposvári mérkőzés is rendkívül szoros volt. Ott végül 10-10-es eredménnyel zártak a csapatok. De miután, hangsúlyozom, közeledik a rájátszás, nem fér bele már több pontvesztés. Még akkor sem, ha ezeket a pontokat nem viszi magával. KVS egy gyönyörű gól Kaspertől. Csavart félfordulatból nagyon szépen fordult be, és lőtte a labdát a hálóba a hazai csapatkapitány. Kár, hogy ezért a szép gólért csak egyet adnak. 6-6. De lélektanilag talán ez a
szép találat lendít a hazaiak játékán. Riki Dánovics lejakja a sarokba Lasztit. Hát nem cifrázták. Hát tulajdonképpen nem is kell. A Krasznai ilyen szép gólt lő belőle. 7-6-ra vezet a Kaposvár. Potyognak a gólok itt a második játék részben. Horváth Botond. Szilvasán. Horváth Botond. Salamon. Már csak 10 másodperc, nagyon dadog a labda. Horváth Botond. 7 másodperc, azt el kell lőni. Becsurog. Van most egy kis szerencséje is a hazai csapatnak. Szilvasán Bence lőj a második gólját. És csapat a hetedik találatát, ezzel ismét egyenlő, 7-7. Öt perc, 28 másodperc van még a harmadik negyedből. Riki Dánovics. Játssza a sorokba, visszakapja a labdát. És ketten is beúsznak középre, inkább átlő. Szép védés mutat be Pelle. Sorok dobás. Tóth. Ja, rossz kéz oldalra. Halász. Egyre távolabb a kaputó, jól védekezik most a KVS-e. Halász ismét. Már csak 9 másodperc, mikor nem jó a bejátszás, mégis ott marad a labda. Hiba. Már majdnem sikerült kivédekezni, amikor visszakerült a labda a Kaposvárhoz. Tóth. Német. Egész pontosan Német Levente. Kikérik a labdát a játékvezetők. És itt a zsűri asztal a némi egyeztetés. A labda marad a Kaposvárnál. Ez a maradt a labda a Kaposvárnál. Hiszen eladták a vendégek. Kéri. Jól teszi el labdát. Szilvasán. Tizenkét másodperc. Varovics. Most teszi be középre. És kiállítják a tízes számú Tóth Ádámot. Előnyben támadhatta át a KVS-e. Kicskei. Szilvasán lóbál, szép gól. Ott pedig már a második alkalom, hogy a sportszerűtlenség határa is súrolja Riki Dánovics. Ki is hívja magához a játékvezető. Viszont végre sikerül vezetni a KVS-ének 8-7. 4-3-nál egyetlen egyszer vezetett eddig a mérkőzésen a hazai csapat. Még az első negyedben. Most pedig 4 perc van vissza a harmadikból. Riki Dánovics végül megúszta a kiállítást.
Halász! Aj, de nagy bravúr volt Pellétől! Szépen letette a jobb sorokba Halász. De védett a rutinos kapus. Közben Mocsári Mátét küldik ki. Játékvezetők. Fontos támadás Lekaposvárnak. Időt is kér a játékos tréner. Hétnél egyenlítésért támad a Kaposvár. És ami még fontosabb, ember előnyben teheti mindezt. Vadóc. Prikidánovics. Tóth. Ismét Tóth Prikidánovics. 21 másodperc még. Varga. Tóth. Jól védekeznek a hazaiak, Prikidánovics visszateszi. Tóth lőtt sistergős kapufát. Pipát vette célba, és tulajdonképpen pont ott telébe a kapufát, ahol találkozik a léc és a oldalsó kapufa. De a kontrából büntet a hazai csapat. Bicskei Attila góljával először vezet két góllal a KVS-e. 9-7. Ez a Pelle bravúr, ez sokat érhet. És hogy sikerült a kontrából szinte azonnal gólt szerezni. Német. Német Botond. Közben ahogy látom, Mocsári. Végleg kiállt a játékból. Szóval meg volt a három hibája. Ismét. Előnyben támadhatott a hazai csapat. Na most aztán sípszó hegyek hangoztak itt el a Merencénél. Egy kiállítás kanizsaiaktól, egy pedig a vendégektől. Kaposvár a Tóth Bence. Állt ki. Kasznai. Még Dobai Péter KVS-től kiállított, tehát egy itt, egy ott, pihen. Német Botond. 16 másodperc. Nem jó a bejátszása. Könnyedén szerzi meg Kéri. Jól is teszi Varovicsnak. Szilva Sám. Varovics. Bejátsza. Nem volt teljesen pont az a labda. Most egy könnyű síppal megítélt büntető kiállítási vendégrészről Varovics. Áthúzásra, szép gól, gyors gól. Bali első gólja, de milyen fontos ez. 10-7. Nem véletlen,
csapatsport a vízilabda is, hiszen Pelle bravúrja után nem tudott kiegyenlíteni. Pár perc ezelőtt a Kaposvár a kontrából gólt szereztek a kanizsaiak. Meglett a két gólos előny, és ha egy üzlet egyszer beindul, három góla vezet már a KVS-e. Németh Levente. Varga. Pelle. Kisen megy a labda. Csak most. Fordulhat a KVS-e. Szilvasán kéri el. Jól játszik. Szilvasán. Olyannyira a közreműködésével ismét egy gólt tesz a különbség közé a KVS-e. Négy góllal vezet már az egy csapat. 11-7. Szilvasán játékán abszolút érezhető, hogy OB1-es csapat kötelékébe tartozott. De hát a pár éves tervben Nagy Kanizsán is ez szerepel, mármint az OB1-es szereplés. Németh Levente egy nagy bombát engedett meg, de parádésan véd ismét Pelle. Eldőlt a mérkőzés. Kicskei. Kaszper. 10 másodperc már csak a támadó időből. Szilvasán. Kemény védekezés vele szemben. 5 másod el kell lőnie, el is lövi. Varosz tolja a kapufára. Kipattanót pedig már megkapják. Bírói fújás után a kaposváriak. Németh Botond. Halász. Németh Levente. Varga. Németh. Jól teszi középre. De szépen védekezett. Kéri. Marad a 11-7-es állás. És még egy gyors támadásra lehet is idő. 8 másodperc a mérkőzésből. De megszerzi a labdát Németh Levente. Még egy lövésre be tudták fejezni a kaposváriak. A harmadik negyedet, amikor végre sikerült váltani játékban KVS-ének, és 4 góllal vezetnek már Lulány Kolos a tanítványai. Itt némi köhögő görcs és az ifjú titán beszaladása után várjuk a negyedet, amit mondhatni már magabiztos előnnyel kezdhet meg a KVS-e. Ráúszásokat legtöbbször, szám szerint mind a három alkalommal megnyerte a KVS-e, így
talán folytatódik ez a jó statisztika. És a utolsó negyedet is támadással kezdheti a nagy Kanizsa. Salamon Attila úszik hazai oldalról. Vendégek Töprék, Kastetter. És sikerül minden négy alkalommal. Tehát most is elhozni a labdát, bár most majdnem lebokkolták Kasper labdáját. Szilvasán. Kasper. Kicsit vissza kellett nyúlni a labda, le is ment ezzel pár másodperc. Szilvasán lövésre biztatják, el is lövi messziről. Ezt azért könnyedén hárította Vallóc, leért az alsó sorokba. Viszont indítani nem tud, és most már az idő a házigazdáknak dolgozik. Varga. Kasznai. Nem jó a bejátszás. Kasper szerzi meg könnyedén. Pelle már. Tóth. Egyedül van. Dobai. Szépen áttette Salamonnak. Aki pedig hanyag eleganciával megszerzi csapata 12. gólját. 12-7. A harmadik negyed meghozta a várt áttörést és a fellavuló hazai játékot. Úgy tűnik, ez a záró negyed már kevesebb izgalmat fog hozni a semleges nézőknek. Tehát alig ha bánják ezt itt Nagy Kanizsán. Varga. Krasznai. Varga kapja vissza. Úgy láttam, hogy Pelle védett. De még szerencsé játékvezetők másként. Itt jár hivet a hazai csapat. Dobai. Salamon. Előnyben van, ki is használja. És egymás után dob két gól Salamon Attila. Végén még kiütésesnek tűnő eredmény is születhet. 13-7. Pedig mennyire nem így kezdődött. Erre a mérkőzésre is igaz lehet az a tipikus sport közszer, hogy ha valaki majd csak az eredményre pillanatra azt jelenti, hogy ha, hát itt gálázott a hazai csapat. És mennyire nem így volt két és fél negyeden keresztül. De hát, hogy további közszereket pufogtassak, a végén mindig a végeredmény számít. Németh! Pelle! Szépen hárít. De sajnos védési statisztikákat nem látok magam előtt. De az egészen biztos, hogy a harmadik negyed eleje óta, tehát már hosszú percek óta nem dobott gólt a vendég Kaposvár, ellentétben az egy csapattal, ahol a csapatkapitány, a kanizsai születésű, származású dr. Kasper Gábor megszerzi harmadik gólját, és ezzel kétszer annyi gólt szerzett már a KVS, mint a Kaposvár. 14-7 az állás. Németh. Még az első fél időben említettem a meglévő fizikális különbséget a két csapat között. Sikerült is ezt gólokban is megmutatni a hazai csapatnak. Németh játssza a sarokba. Kapás oldalról nem tudta bejátszani. Németh botond a labdát.
így már fordulhat. KVS-e, egész pontosan Horváth Botonnál labda. Kasper ismét nagyon egyedül van, egy lóba, két lóba, és egy gól. Hogy játszik Salmon és Kasper most felváltva szerzik a gólokat. Akár versenyezhetnek is, hogy kidob többet. Most Kasper vezet. 15-7. Persze most már könnyen viccelődök itt a hazai gólszerzőkkel. De nem győzem hangsúlyozni, hogy mennyire bátran játszott a fiatal Kaposvár a mérkőzés első szakaszában. Riki Dánovics. Ismét ő. Kiemelkedik. Blokk. Picskeitől. Hetszertés utána egy kicsit Priki Dánovicsot. Visszakapja, most egyedül van, van helye. El is lövi Pelle. Jogosan szól a taps. Gyönyörű védés volt. Németh Levente. Újra kezdődik ilyenkor a támadó jutát. Ideje van még a Kaposvárnak. De labdája az nincs. A mérkőzés egyik legjobbja Kasper Gábor gyönyörűen szerezte azt meg. Vicskei úszik föl. Leér rá Priki Dánovics. Oda is vág egyet. Viszont egyedül van centerben. Kasper ki merül először versenyt. Ő nyerte meg. Ő bírta jobban lábon. És megszerzi sorozatban a harmadik gólját. 16-7-en módosítva ezzel az állást. Akár egy jó ebéd mellé is ajánlhatom majd ezt a mérkőzést. Hiszen izgalmas kezdet után gála vég lehet, pláne hogy most is gyönyörű védekezéssel szerelik a hazaiak Tóth Ádámot. Horváth, Szilágyi, még régen volt játékban, Szilágyi Attila véri a lövését, Vadóc. Aki annak ellenére, hogy 16 gólt kapott eddig, mindenképpen büszke lett a teljesítményére. Nagyon jól véd a kaposvári kapus. Vadovics. Németh vele szemben. Vadovics lóba. Kiállítás. Riki Dánovics. Második hibája. Szilágyi tette tovább. Vadovics. Horváth, Picskei, Szilágyi vissza, kiesik Horváth Botont kezéből, Vadovics, el kell most már lőni, szépen ki is jövi jobb alsót. 17-7. Riki Dánovics. Németh Levente. Kidobja a labdát. Majnik Márk. Vadovics fordul. Két perc van vissza a mérkőzésből. 18. gólját szerezheti a csapatának Vadovics. Nézi a passz lehetőséget. Lóba kiesik a kezébe, visszaszerzi. Nem pont így akarta, de végeredmény számít. 18-7.
És úgy tűnik az egész negyedik negyed lezajlódik úgy, hogy nem tud gólt dobni a vendég Kaposvár. Bár talán a mérkőzés kezdeti szakaszában sem a védekezéssel volt problémája a KVS-ének. Amíg ezt kimondta, majdnem becsurgott Pellek kezei alatt a labda. De csak majdnem. Kéri, a nagy visszatérő is szerezhet egy gólt, nem tud megúszni, inkább lepasszolja. Bicske élő, ő már belövi. Második gólja Bicskei Attilának. 19-7. Vendégidőkérés. Kidánovics Nándor sem az a 110/90-es vérmérsékletű vezetőedző. Némileg talán érthető a dühe, hiszen ekkora különbség sokáig nem volt a két csapat között, és úgy tűnt, hogy nem is lesz. Hiszen ez már kiütés határát súrolja. Németh! Sikerül egy gólt szerezni a negyedik negyedben is. Legalább 10-12 perces gólcsend után Németh Levente szerez egy találatot. Csapata legeredményesebb játékosa egyébként. 19-8. Egy perc van vissza. Kéri hozta fel a labdát. Szilva Sán. Lejátsza rossz kéz oldalra. Visszakapja Szilva Sán. Lóba. Blokkról megy be. Pek. A Szilva Sánt ezt talán nem zavarja. 28. Hát egy utolsó becsületbeli találatért támadhat még a Kaposvár, hiszen 36 másodperc van mérkőzésből. Egy esetleges szabad dobás után még akár végig is támadhatnák. De úgy tűnik nem tudják ezt megoldani, hiszen nem jutnak el a kapuig. Most ez a passz ez nem rossz, majdnem. Blokkba lövi, Varovics volt résen. Így hát kicsit több mint 10 másodperc van még arra, hogy szerezzen egy utolsó gólt a KVS-e. Kicskei. Kiállítás nincs, csak szabad dobás, elég messze a kaputól. Szilva Sán. Szilva Sán kell ülni, szépen bepöccinti. Húzásra egy másodperc, ami lepörög, ezzel vége a mérkőzésnek. Már itt maradt némi tüske két játékos között, ugyanakkor a mérkőzés véget ért. Az első tavaszi bajnoki áttát 28-ra megnyeri Kanizsa. Nem túl jó kezdés után sikerült váltani a KVS és srácoknak, illetve Ludány Kazosa jól nyúlt bele a mérkőzésbe, és tulajdonképpen összegezve magabiztosan, kiváló támadó játékkal megnyerte az első tavaszi bajnokját a KVS-e.